és itt ez a kis kék labda, láthatjuk a képernyő alján. Ez arra szolgál, hogyha netalántán elgurulna a szer, elgurulna ez a labda, és nagyon messzire kéne menni, teljesen kiesne a ritmusból, akkor gyorsan fel tudjon kapni. A pálya három különböző részére van letéve ilyen labda. Reméljük, erre ma nem lesz szükség. Szép gurításokkal kezdett. És egy szép attitűd forgása. Például egy mesteri elem volt, amiről az előbb beszéltem. Örül is. Lehet látni, hogy mennyire örült nekem, érdekel az edzőnőjét elbújva. Mint hogyha menekülnének ezek az edzők. Miért csinálják ezt? Te is edző vagy. Stresszes nekik nagyon. Melyik a stresszes? Hát azért ez egy olyan sport, amire szerintem az emberek szívesen kiállnak, és akik edzők lettek, azok is valamikor versenyzők voltak. Miért kell elmenekülni és elbújni? Hát nem elmenekülnek és elbújnak, hanem csak úgy izgulnak, és nem tudom. Nézzék a tanítványaikat, ne őket. Igen, igen. Hát pedig azért az is fontos, hogy ők mennyire elégedettek. Meg ezen a ruhán is rengeteg kő, strassz volt látható itt a karján végig. Igen. Ez több ezer. Ezek hogy kerülnek rá? Hát ugyanúgy, akinél megrendeli az ember, de ez úgy szokott kinézni, hogy elküldjük a zenét, és hogy